Karcagváros sportjáért díjat Eisenkrammer Károly sportszervező vette át Szepesi Tibor polgármestertől. Állami ünnepünkön Karcagváros sportjáért díjat a város sportéletének szervezésében végzett kiemelkedő munka elismeréseként Eisenkrammer Károly sportvezető, a Vuelta Kft. Tulajdonosa vette át Szepesi Tibor polgármestertől. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő itt lenni, és ebben a körben, ahol nagyon jó volt látni, hogy a város mennyire hálás és megköszönő munkáját mindenkinek, a diákoktól, a kórházon át, nagyon sok mindenki, és ebbe a körbe sportvezetőként bekerülni nagyon megtisztelő volt, nagyon köszönöm. Igen, és nagyon meghatódott is, ahogy átvette a polgármester ezt a díjat. Azt gondolom, hogy a város részéről elismerése ez annak is az elmúlt évek kerékpáros versenyeinek, amit idehozott a városba. Hát igen, ugye azért itt, ha nem is Karcag, de Bucsai kötődésűként, mindig is Karcag közel állt a szívemhez, és amint volt lehetőségem, igyekeztem idehozni, amit mi szervezünk. Ugye az elmúlt 20 évben Karcag volt a legtöbb állomás helye a magyar körversenynek, én Budapesten is többször voltunk Karcagon, és remélem ez jövőben is így lesz. 22-ben is már terveink között, bár még titok, de ezért szerepel a város, tehát azt mondom, hogy mi fogunk találkozni. Reméljük, hogy így lesz, és sportemberként azt gondolom, hogy fontos a kerékpáros sportnak a népszerűsítése is. Mindenképpen, és nem csak a sportnak, hanem a kerékpáros közlekedésnek. Én nagyon remélem azt, hogy bár egyre inkább az emberek megtehetik, hogy autóval járnak, és autóval viszik a gyerkőtöket iskolába, de én nagyon szeretném azt, hogy itt Karcagon, főleg egy olyan városban, ahol az idottság ideálisak, a gyerekek inkább kerékpárral közlekedjenek sülőbe és onnan haza. Szeretnék is tenni azért, hogy ösztönözzem itt a helyieket, a karcagiakat, a gyerekeket arra, hogy minél többet bringázzanak. Sportolni is, közlekedni is, bármi más, ha bringa, sok mindenre jó.